Sziasztok, én Marci vagyok, és bocsánatot kérek, hogy a srácok, hogyha behallgatódik egy kis zaj kintről, az utcáról, de engem most ez sem fog meg állítani abban, hogy ezt a videót elkészítsem nektek. Úgyis srácok, ma szintén egy unboxing videóval jelentkezem nektek. Nem másról lesz ma szó. Igen, a címből láthatjátok már. HyperX Cloud 2. Igen, srácok, ezzel most akkor az új headsetem. Mert a régi az már megint, mert a régivel ugyanaz a probléma, mint az összes többivel, meg van törve a kábel. És untam már nagyon, hogy folyton ezzel a távirányítóval, ez a tévének a távirányítója egyébként, hogy ezzel mindig kitámasztani a vezetéket, akkor beállítani jól. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy most inkább leváltom. És akkor ez lesz. Még egyszer, mutatom nektek, srácok. HyperX Cloud 2. Nagyon dicsérik ezt a headsetet. Egy Cellux rögzít itt az alján. Amihez a szükségem lesz egy bontóeszközre. Ez egy kis bicska egyébként. Ennyi. A dobozt már... Nos, hát már elvágtam a izét, és akkor ez így becsúszik róla. Ez így ennyi. Igazából ezen a külső borításon gyakorlatilag látjuk, hogy mik vannak benne. Hogy miről van szó. Hoppá, ezt most elejtettem, ezt ide teszem. Ahol látszódik is. Hogy ott legyen a háttérben. És kapunk egy ilyen szép piros dobozt, amit itt tudunk kinyitni. Ezt most megteszem. Az igen. Oké, kapunk egy ilyet egyébként, tehát kapunk egy kis kártyát. HyperX has you covered, tehát kapunk egy ilyen kártyát. Érdekes. Ez így benne van. Ja, hogy támogatásért meg hasonlókért keresünk fel egy weboldalt, köszike. Itt van maga a... Hogyan lehet használni Xboxhoz, tehát hogyan lehet használni a headsetet PC-hez, illetve konzolokhoz. Ezt majd megnézem. És itt van benne maga a headset, srácok. Mert csak úgy jelne. Itt van benne a headset. Ugye ezt a műanyag borítást, ami ugye ennyi. Elszületve kérekkel adom. Úristen, ezek a plusz párnák, amiket kapunk hozzá. Annyira puhák. Tehát ez most... Jó puhák ezek, igen. Úgyhogy ezek tényleg jók, hogy benne vannak. Kezdünk a kicsivel. Ez a funkció, tehát igazából funkciót. Igazából ezért választottam még ezt a headsetet, ez számomra nagy előny, hogy levehető a mikrofon. Igaz, hogy a mikrofon ennyi, de ez állítható. Az most itt van magam előtt egy pillanat. Jó, itt is vagyok. És itt van maga a headset. Szövetkábellel van egyébként ellátva, ez egy méternyi kábel, csak így fel van tekerve. Imádom. Igaz, hogy van gunmetal, azaz fegyver szürke színben, de én pirosban szerettem volna. Ezt nézzétek meg. Ez nagyon menő néz ki szerintem. Az a HyperX logó. És ez a rész, ez fém. Ez frankon fém. Sőt, itt ez a HyperX logó is az. És itt is kapunk egy HyperX feliratot a főső részbe. Meg ez a piros varrás, nagyon tetszik itt rajta. A kábelt azt mindjárt elintézzük. Viszont elvileg a doboz még tartalmaz nekünk valamit, úgyhogy most... Igen, ebben volt benne a headset, ezt is kiszedtem. És van benne még egy ilyen HyperX, nagyon jól kinéző HyperX doboz. És ennyi, ennek a tartalma.
azt, hát 2 év a garancia, a számlát, dobozt, azt érdemes megtartani. És hát a blokkot, meg a dobozt. Azt jó, ha megtartjuk. Azt mondták. Mikor megvettük. Nem szponzorált tartalom, tehát nem értem felkeresve, megkeresve ezt. Én mutatom, de... Oké. Na lássuk, hogy ez mit tartalmaz. Fogadok a hangkártya. Hoppá. Igen, az van benne. És ebben más nem találunk. Viszont ezt találjuk meg benne. Ami ugye... A... 2 méter kábellel felszerelt HyperX hangkártya, ami USB-s, gyerekek, USB-s, imádom, tényleg. Természetesen a headset maga az jack csatlakozós, de a hangkártyába simán be tud menni, és csak most néztem, hogy itt ezen a részen, ahol felcsipenthet, ahol tényleg bárhol felrakható szinte, még ezzel is ott van benne, hogy HyperX. Nem tudom, mennyire fogjátok látni. Ez. És minden egyes, és a headseten is, a magán, a hangkártya és a kábel szövet. Remélem, ez nagyon sok ki fog majd engem szolgálni. Úgyhogy. Jó, azért, amivel összefogják a vezetékeket, nyilván azokat nem tartom meg. Most azt szedem lejtben róla. Hát ezen van 2 ilyen, ezt mindenki ismeri. És itt külön állítható a hangereje mind a headsetnek, mind a mikrofonnak, és bekapcsolható a 7.1. Itt középen. Megvárom, amíg ez ráfókuszál. Természetesen ezzel a hangkártyával együtt fogom kipróbálni majd a headsetet. Tehát ez csak egy unboxing, a tesztet azt viszont egy másik videóban fogom megcsinálni szerintem. Úgyhogy, vagy lehet, hogy azt fogom csinálni, srácok, és szerintem ez lesz, hogy itt az unboxingot, az, tehát hogy külön felveszem ugye ezt az unboxingot is, és a tesztet is, aztán majd a 2 összevágom. És akkor a 2 felvételből lesz egy. Szerintem ezt fogom csinálni. Úgyhogy ne lepődjetek meg, hogy... Úgyhogy... Mindegy, ezt ti úgy sem fogjátok így majd akkor így beérzékelni. Igazából akkor a videó első fel azt tényleg arra szól, hogy akkor a headsetet megnézzem, aztán utána majd ki fogom próbálni egy tesztet követően. És akkor a 2 felvételből lesz egy felvétel. És itt csatlakozik rá szépen a mikrofon. Hát azért kipróbálom, hogy milyen. Természetesen állítható, és úristen! Úristen, srácok! Hát ez elképesztő, hogy mennyire szigetel. Szigetel. De nagyon szigeteli a hangot. Tehát minden külső zajt kiszorít. Annyira, hogy ha így beszélek, hogy halkabban kell beszélnem szinte, hogyha rajtam van, mert annyira erősen kiszorítja a hangot. Imádom. Úgyhogy ennyi volt, srácok, a videónak az első fele, ugye az unboxing. És akkor nézzük azt a tesztet.
Köszönöm szépen!